Édesapám itt született az úgynevezett cigánytelepen 53-ban, és hát tulajdonképpen ő onnan küzdötte fel magát oda, ahova került. Tehát ő tényleg az igazi, lehet úgy mondani, az igazi putriból. Hát az ő édesapja, annak az édesapja, és így tovább. Tehát mindegyik elismert személy volt a cigányok között. A lakatos szakmát tanulta ki. A Ferihegyi reptértől egészen Moszkváig építkezéseken dolgozott. Az, hogy mégsem maradt a hegesztő szakmánál, az annak köszönhető, hogy 1987-ben a térség országgyűlési képviselője hívta az országban elsők között megalakuló kiskunhalasi családsegítő szolgálatba. Ahogy a családsegítő központba került, látták a többiek is, hogy ő segíteni akar, és onnantól kezdve már csak akkor az volt, hogy apámat keresték. 30 éven át dolgozik a kiskunhalasi közösségért. Szociális segítőhálózatot szervez, utcabizalmi rendszert, foglalkoztatási és felnőtt képzési programokat. És neki is köszönhető, hogy 2014 óta egy korábbi munkatársa ma a város egyik alpolgármestere. Tehát ahhoz, hogy városvezető vagyok ma itt Kiskunhalason, ahhoz a Lacinak a munkája is szükséges volt, hiszen mind-mind lerakta azokat az alapokat, amik alapján a mai napig is tudunk dolgozni, és kell, hogy dolgozzunk. A Lacinak az egyik fő célkitűzése az volt, ugye, hogy a roma társadalmat elfogadják. Én nagyon-nagyon sokat tanultam tőle. Tehát tulajdonképpen úgy kezelt engem, mintha saját lánya lettem volna. Laci indította el ezt a lavinát, hogy intézményekbe bepakolt cigány származású embereket. Nincs olyan iskola most itt Kiskunhalason, ahol nem lennének cigány származású emberek ilyen-olyan módon alkalmazva. Szó szerint az élete volt a halasi cigányság. A sport, a kultúra és a tanulás, ezek voltak a legfontosabbak számára. Ment önkormányzatra, próbálta megszervezni a megyei szinten, vagy akár országos szinten a cigányságot. Rostás László 2017-ben hunyt el. Nemrégiben róla nevezték el az egykori cigánytelepi iskola épületében működő közösségi házat, ahol töretlenül folyik az általa megkezdett munka.